Harc Zoltán ügyvezető igazgató a vendégünk, a tejtermék tanács ügyvezető igazgatója. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Hát az ember, hogyha bemegy a boltba, annak nyilván örül, ha olcsó a tej. Többet is vesznek belőle, gondolná az ember, de lehet, hogy ez mégsem így van, vagy ha így van, akkor mégsem örülünk neki olyan nagyon. Ők azt mondják, hogy áfacsalás a tejnél, és hogy nem véletlen, hogy nem 250 meg 300 forint egy liter tej a boltban, nem sokszor csak 140-150. Hogy jön az ki? Az a gond ezzel az olcsó tejjel, ami elsősorban külföldi, hogy azokban a 2-3 hónapos időszakokban, amikor jellemzően jelen van Magyarországon, az alatt az időszak alatt tönkreteszi a hazai tejipart. De mi csak 2-3 hónapig van jelen? Amikor az Unióban, illetve azon országokban, ahol átmenetileg túltermelés történik, akkor ezek az országok egy levezető országot, egy olyan országot keresnek, egy olyan piacot, ahol a fogyasztók kevésbé ragaszkodnak a hazai tejtermékekhez, sokkal inkább árérzékenyek. Ugye Magyarország egy ilyen ország, és akkor döntően Szlovákia, Csehország, hogyha tejekről beszélnek, akkor ide zúdítja ezt a terméket. Kétféleképpen lehet egy terméket egy másik országba áthelyezni, ugye dömpingáron, illetve áfacsaltan. A dömpingár az unión belül nem tiltott tevékenység. Hát amikor a készlettől szabadulni akarok, akkor adok egy speciális árat. Így van, az elfogadottnál, az általánosabbnál nagyobb engedményt, ez egy nem tiltott gyakorlat. Nekünk azzal van problémánk, hogyha ez az alacsony ár, ez áfacsalással alakul ki. Na, de honnan tudják, hogy áfacsalással alakul ki? Az elmúlt hónapokban nagyon sokat gondolkoztunk ezen, nagyon sok piacot megnéztünk, külföldi országokba járunk. Mondok egy nagyon egyszerű példát, ha ma mai nap elmennék Szlovákiába, vagy szlovákiai kisvárosba, és megvennék egy adott szlovák feldolgozó 1-5-ös UHT tejét, majd átjönnék a magyar oldalra, és ugyanezt a tejet megtalálnám Komáromban, Győrben, bárhol. Azt látnám, hogy ugyanaz a doboztej, ami ugyanazon a napon lekerült a gyártósorról, 50-190 forinttal olcsóbb, megfeleződik az ára, mire átjön Magyarországra. Ezt semmilyen matematikai modell nem tudja kimutatni, ennek csak egyetlen lehet, egy oka. Ennyire olcsón adják el, hogy megszabaduljanak tőle, tehát a saját piacokon tartják az árat, külföldre meg sokkal olcsóbban adják. Most én próbálok jó hiszemű lenni, aztán nyilván teljesen feleslegesen, de igyekszem. Elképzelhető ez is, ugye ez a dömping ár, de ugye a tejtermék tanács élve törvény adta lehetőségével számtalan hatósági bejelentést tett az úgynevezett diszkriminatív árképzés tilalma ellen. Ez a diszkriminatív árképzés azt jelenti, hogy egy hazai kiskereskedelmi lánc nem tehet különböző árrést egy termékre származás alapján, tejre lefordítva a szlovák tejen, illetve a magyar tejen is ugyanakkora árésnek kell lennie. A hatóság elindult a kereskedelmi lánc felgöngyölítése során, és tipikus eset, hogy egyszer csak elér egy úgynevezett közvetítő nagykereskedőhöz, vagy ahogy mi nevezzük, áll nagykereskedőhöz, aki induló vállalkozásként 90 napig működik, ugye az első áfa bevallás napjáig, és csak arra jött létre, hogy ne fizesse be az áfát. És ő hozza be ezt a tejet. És nettó áron adja tovább, igen. Tehát valahol megszakad a lánc. Erre mondják, hogy ügyes. De hát ennél súlyosabb a helyzet, mert azt mondja, hogy tönkre megy a magyar tejipar. Mennyibe kerül majd liter tej Magyarországon, hogyha előállítják? Az átadási ár fogalma az ugye azt jelenti, hogy az ár, amin a feldolgozó átadja a kiskereskedőnek. Ez jellemzően ugye technológiától is függően hatékony feldolgozó olcsóban dolgozik. Azt mondom, hogy 140-150 forint az az átadási ár, amelyik egy tisztességes adót megfizetett és élelmiszerbiztonsági szabályok betartásával készült termék. Milyen borti ár következik? Bolt válogatja, de ugye a nullás haszonkulcstól, ha nulla haszonkulcsal adja el a bolt, tehát akciósan, akkor 150-160-170 forintos ár keletkezhet. Tehát ez lenne az a reális alap, amiről érdemes beszélni, hogyha legolcsóbb tejről beszélünk, ha adózott, hogyha tisztességes körülmények. Azt gondolom, hogy egy 160-170 forintos ár az a tisztességes, amikor minden szereplőnek, tehát a termelőnek, feldolgozónak, nagykereskedőnek, ha van a láncban, illetve kiskereskedőnek is haszna van. De amikor 130-140 forintos tejet találunk a boltban, akkor jogosan merül fel bennünk, hogy kerülhet ide ez az importtej? Na de a vevő örül neki. Hát ő 130-ért is megveszi a tejet. Ebből következik egy másik kérdés is. Mondja, hogy azokat a piacokat szokták a dömpingárakkal meglepni a termelők, amely piacok kevésbé hűségesek a hazai termékekhez.
Ez így van, sajnálatos. Lásd Magyarország. Így van. De van különbség mondjuk egy szlovák tej és egy magyar tej között? A 130 forintos meg a 280 forintos között? Minőségében vélhetően nincs, hiszen, és az előállítás költségeiben sincs, hiszen Magyarországon, Szlovákiában, Csehországban, Lengyelországon 30-40 centért veszik a termelőtől a feldolgozók a nyers tejet. Mindkét-mindhárom országban ugyanazok a modern gépsorok gyártják le a tejet, dobozolják, ugyanaz a csomagoló anyag. Na de ebből más is következik, aki 300-ért adja ugyanazt a tejet, az meg pofátlan sokat keres rajta? Valószínűleg márkát épít, tehát különböző szegmensek igényeit szolgálják. Ne gondoljam azt, hogy a 300 forintos tej annyival jobb, mint a 150 forintos, mint a kétszeres ára, mert ugyanaz a tej van a dobozban. Egy dolgot végig kell gondolni, mikor tejet vásárol. Ha egy hazai feldolgozótól veszi, akkor az a feldolgozó valószínűleg megfizette az áfát, és az élelmiszerbiztonsági hatóság ellenőrizte. Viszont ha importot vesz, és olcsót, akkor abban a láncban valahol voltak nagykereskedők, akiket nem ismerünk, akik már megszűntek, és csak áfát csaltak egy jegyzetfüzettel és egy mobiltelefonnal. Nekik vélhetően nem volt logisztikai berendezésük, nem volt hűtőraktáruk, és nem volt szakértelmük, hogy egy tejjel, egy tejtermékkel bánjanak. Na most ugye bejegyezzük meg az összes olcsó terméket, tehát ez a 160 forintos képzeletbeli ár alatti liter tejről szól, amit te most elmondod. Tehát ott érdemes gyanakodni, és alapvetően meg magyar tejet venni, mert az jó. Így van. Nagyjából jól foglalom össze? Jól foglalja össze. Akkor köszönöm, hogy eljött hozzánk, szerintem értjük. Értjük a feladatot. Köszönöm szépen. Minden jót kívánok.